Már a parabola antenna is fenn van a felújított épület tetején. A leromlott állapotú ingatlan korszerűsítését már évek óta tervezték. Most állami támogatással sikerült az elképzeléseket megvalósítani. Ahhoz, hogy egy beruházás megvalósulhasson, folyamatos és egy irányba mutató akaratra van szükség. Ez az akarat, és nem utolsó sorban az a helyzet, hogy szeretett falunk nábrát sosem látott fejlődés útján indult el, jogosít fel arra, hogy a jövőre nézve is meghatározó terveket dédelgessünk. Az átadón Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező egyik tulajdonosa a roma, amire ő külön büszke. Hisszük és valljuk, hogy a tanulás és a munka az igenis felzárkóztathatja a nehezebb helyzetben lévő társadalmi csoportokat is. Mint ahogy a Magyar Falu Program is egy felzárkóztatásról szól, hiszen annak idején miniszterelnök úr döntötte el, és egy nagyon jó vezetőt választott maga mellé Gyopáros Alpár személyében, aki alulról építkezik, hiszen mindig megkérdezi tőlünk, polgármester úrtól is megkérdezte, hogy mire van egy adott településen szükség. Mi az a fejlesztés, ami egy adott településen fontos. Így találkozik az alulról jövő kezdeményezés a fenti szándékkal. Örülök annak, hogy itt lehetek, és hát természetesen a itt lakóknak használják egészséggel. Soltész Miklós államtitkár arról beszélt, akkor hasznos egy fejlesztés, ha arra nyújt támogatás az állam, amire a helyi közösségnek igénye van. Ha egy országnak vagy országoknak normális vezetői vannak, akkor sok minden problémát, sok minden gondot meg lehet oldani. Hogyha az országoknak olyan vezetőik vannak, még nem a népükkel, nem a nemzetükkel, és nem a közösségeikkel törődnek, hanem adott esetben csak azzal, hogy milyen hasznot tudnak húzni egy háborúból, milyen lehetőséggel bír saját maguknak egy-egy ilyen időszak, amikor tönkretesznek nemzeteket, békétlenséget szítanak, majd pedig hát a háborús infláció következtében pedig óriási nagy hasznot húznak kisebb nemzeteknek a kárára. Most ez történik. És nyilván nekünk válaszunk van erre, de mindenben megoldást nem tudunk találni. Ezért nagyon fontos az, hogy mi mindenképp továbbra is a békét és a békességet szolgáljuk. Mindenképp nagyon fontos az, hogy országon belül is amennyire lehet a gazdaságot, kisvállalkozásokat segítsük, de akár ilyen beruházásokkal pedig olyan lehetőséget biztosítsunk családoknak, hogy könnyebbé teszi az életüket, könnyebbé teszi a mindennapjaikat. A térségben ez a 9. olyan önkormányzati bérlakás, amelyet állami támogatásból újítottak föl. Ebbe az épületbe két család költözhet be Nábrádon.